Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Elkészült a mini bölcsöde Szekszárdon, 14 gyereket tud befogadni a Kadarka utcai intézmény. Fejlesztés, 1,5 milliárd forint sport célú fejlesztés Bonyhádon. Epilepszia világnap, közel 60 ezer betegél közöttünk. Újabb bravúr, 6 pontos előnnyel utazik a visszavágóra a KSC. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Elkészült a Kadarka utcai mini bölcsöde, a 130 millió forintos részben topforrásból finanszírozott beruházás hiánypótló. A város bölcsödébe ugyanis hatalmas a túljelentkezés, hangzott el az ünnepélyes átadón. A 300 négyzetméteres modern, energiahatékony, akadálymentes és parkolóval is ellátott épületben 14 gyermeket tudnak fogadni. Boldogan mondókáznak a gyerekek az újonnan kialakított energetikailag is korszerű Kadarka utcai bölcsödében. A szekszárdi intézményt már nagyon várták a szülők, 30-an ugyanis az elmúlt 3 évben nem jutottak be a Kadarka utcai óvodán belül kialakított bölcsödei csoportba, mert nem volt hely, mondta az ünnepélyes átadón Horváth Erika intézményvezető. 120%-os föltöltöttsége már évek óta, de ennél sokkal több igény mutatkozott, tehát az elmúlt években ilyen 50%-os túljelentkezésünk volt, akiket hát természetesen el kellett tanácsolnunk az intézményből. Ezért nagy öröm az, hogy most ez az épület 14 fővel működő csoportot fog majd működtetni. A 300 négyzetméteres energetikailag korszerű világítással, fűtéssel, napelemes rendszerrel felszerelt épületben szociális helyiségek, mosókonyha, melegítőkonyha, valamint több fürdőszoba is helyet kapott. Sőt, egy akadálymentesített parkolót is kialakítottak az épület mellett. A beruházás 130 millió forintból valósult meg, a top forráshoz a város önkormányzata több mint 75 millió forinttal járult hozzá, mondta Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Mindenféleképpen hiánypótló volt Szekszárdon, és én ígérem természetesen azt, hogyha ilyen fajta helyek bővítésére szükség lesz, akkor az önkormányzat mindig partner lesz abban, hogy a szekszári családok hétköznapjait ilyen fejlesztésekkel is könnyebbé tegyék. Ez egy folyamatnak egyébként az eredménye, hiszen az elmúlt években nagyon sok óvodai beruházás fejlesztést valósítottunk meg, ahol az óvodáskorú gyerekeknek a mindennapjait tettük jobbá és szebbé, most ezt folytatjuk a bölcsödei férőhelyek tekintetében. Szekszárd város vezetésének az óvodai fejlesztésekkel, bölcsöde építésével az a célja, hogy segítse a dolgozni akaró nők munkaerőpiacra való visszatérését. Javított helyezésén és a második helyre került Magyarország az Európai Uniós tagállamok azon a rangsorában, amely a lakossági áramárakat hasonlítja össze. Magyarországon 37 forint 1 kilowattóra, a legtöbbet közel 100 forintot Dániában és Németországban kellett fizetni a villamos energiáért 2019. januárjában, derül ki a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal legújabb januári nemzetközi áram összehasonlító vizsgálatából. Magyarországon 37 forintot fizet a lakosság 1 kilowattóra villamos energiáért, Dániában és Németországban hozzávetőleg ennek háromszorosát. A két utóbbi országban a legmagasabb, Magyarországon, Bulgária után a legalacsonyabb a lakossági áramár. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal február elején publikált elemzése is alátámasztja, hogy azokban az országokban, ahol meghatározó az atomenergia részaránya, olcsó, megfizethető áru villamosenergia áll rendelkezésre, mondta Mitler István. Magyarországon az Európai Unió tagállamai közül a második legolcsóbb a villamosenergia. Egyedül Bulgáriában olcsóbb, mint nálunk. Magyarországgal szemben nagyon sok Európai Uniós országban lényegesen többet fizetnek a fogyasztók a villamosenergiáért. Például Németországban, amiről köztudott, hogy az atomerőveket folyamatosan vezetik ki, és a megújulóknak a részaránya egyre magasabb a villamosenergia termelésben. Ott a fogyasztó jár majdnem
háromszorosa, mint a magyarországi fogyasztói ár. Az elmúlt évi villamosenergia felhasználási adatai igazolják, hogy a hazai áramfogyasztás nő. Az igényeket azonban nem tudják kielégíteni a hazai erőművek, ezért magas az import aránya. Hazánk import függősége Luxemburg és Litvánia után a harmadik legnagyobb az Unióban. Tavaly a felhasznált áram 31,6%-át vásároltuk külföldről, emlékeztetett Mittler István. Azt mondta, Magyarországnak szüksége van Paks 2-re ahhoz, hogy ne külföldi erőművekből, ne importból biztosítsuk hazánk biztonságos áramellátását. Összefoglalva, nagyon fontos stratégiai célja az országnak, hogy olcsó, biztonságos és környezetbarát módon biztosítsa hosszú távon a magyar lakosságnak és az iparnak a villamosenergiát. Ennek egy nélkülözhetetlen lába az, hogy a Paks 2, tehát az új atomerő blokkok megépüljenek. Az atomerőművek nem csak széndioxid kibocsátástól mentesen, hanem az időjárás alakulásától függetlenül működnek, ami a biztonságos áramellátás érdekében elengedhetetlen, összegezte a Paks 2 atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója. Első körben megtárgyalta idei évi költségvetési rendeletét Bátaszék város önkormányzata. A számok alapján egy biztonságos és a tervek megvalósításához szükséges forrásokat tartalmazó költségvetés terve van a döntéshozók előtt. Bozsolik Róbert polgármester azt mondja, fontos szempont volt, hogy megfelelő béreket tudjanak fizetni, és azok a fejlesztések, melyek erre az évre tervben voltak, megvalósíthatóak legyenek. Ha nem jön közbe semmilyen viszmajor helyzet, akkor jelenleg látott információk alapján egy olyan költségvetést is tudtunk összeállítani, ami stabil, és biztosítja a város működését 2019-ben úgy, hogy adott esetben olyan gazdasági stafétát tudunk átadni az év végén, ami egy stabil, működőképes és nem eladósodott városi gazdálkodást biztosít majd az utódok számára is. Bonyhád városa egyedi kérelem alapján nyert állami támogatást sport célú fejlesztésre. A több mint 1,5 milliárd forint támogatásnak köszönhetően a Völgységi Városban sport és rekreációs centrumá bővítik a városi sportpályát, összekapcsolva jelenleg kihasználatlan és üresen álló Percel kúriával, ami a jövőben rendezvény és sportközponttá alakul át, megőrizve az épület műemlék jellegét. Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Bonyhád város vezetése, és Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője, a Völgységi Város sport célú fejlesztését és az arra nyert több mint 1,5 milliárd forint állami támogatást. Mint azt a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a térség képviselője hangsúlyozta, a sport és rekreációs központ kialakításának a legnagyobb nyertesei a gyermekek és a fiatalok. 1,567,180,000 forintot kaptunk erre a fejlesztésre. 2020. december végéig kell a beruházásoknak elkészülni. Én azt gondolom, hogy ez az új fejlesztési lehetőség is a város sport életét fogja fejleszteni, hiszen amikor sportról beszélünk, akkor nem csak a versenysportot kell megemlíteni, hanem a tömegsportot is, és akár a mindennapos testnevelésnek a támogatását. Én úgy gondolom, hogy ezzel a fejlesztéssel is elsősorban a gyerekeket és a fiatalokat támogattuk, ami egyébként a magyar jövő szempontjából legfontosabb. Bonyhád egyedi kérelem alapján nyerte el az állami támogatást. Ennek köszönhetően a Völgységi Városban a sport és rekreációs centrummá bővítik a városi sportpályát, összekapcsolva a jelenleg kihasználatlan és üresen álló Percel kúriával, ami a jövőben rendezvény és sportközponttá alakul át, megőrizve az épület műemlék jellegét. A sportpályán 2000 négyzetméteren atlétikai pályát alakítanak ki, futópályát rekordtámborítással, de felújítják az öltözőket, korszerűsítik a center és edzőpályákat, teniszpályát és egy 36 férőhelyes szurkolói parkolót alakítanak ki. Az elmúlt években Bonyhád majd 3 milliárd forint állami támogatást nyert egyedi kérelem alapján a kormánytól. A 750 millió északi elkerülő útnak a megépítése rögtön a ciklus elején, kezdő polgármesterként ezzel kezdtem a tevékenységemet ennek az intézése ügyében. A második a sportcsarnok felújítására, amire 674 millió forintos támogatást kaptunk, és most az 1 milliárd 567 millió 180 ezer forint. Ezt a három összeget, ha
összeadjuk, ez tényleg néhány millió forint, ilyen 3 milliárdot tesz ki. A pályázati forrásból elnyert 6 milliárd, ez az egyedi döntéseken alapuló 3 milliárd, összesen 9 milliárd forint. 5 év alatt egy város életében én azt gondolom, hogy a helyemben bárki örömmel állna most. 2019-ben a most bejelentett sportcélú fejlesztéseken kívül a város szennyvízhálózatát és a csapadékvíz elvezetését is rendbe teszik, de egy egészséglogisztikai központ is megépül a városban. Több mint 380 millió forint LIDER forrás áll jelenleg rendelkezésre a 116 pályázatból faluszépítésre, rendezvénybonyolításra és kísértékű gazdaságfejlesztésre is adtak be támogatói kérelmet a Kaposmenti és Völgységi Társulás önkormányzatai. A döntés márciusra várható, számolt be Farkas Ferenc, a Tolnai 3-as Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség munkaszervezet vezetője a Kaposmenti Társulási Tanács legutóbbi ülésén. A Tolnai 3-as Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség, mint a területileg illetékes LIDER szervezet, kiemelt feladata a térség vidékfejlesztési stratégiájának kialakítása, illetve a rendelkezésre álló források, vidékfejlesztési források helyben, helyi pályáztatás útján történő szétosztása olyan projektekre, amik ezzel a stratégiával összhangban állnak. Tavalyiben indult a LIDER pályázatok benyújtásának lehetősége, és le is zárult egyben. Összesen, ami az önkormányzatokat érintheti, 36 település önkormányzat tartozik az akciócsoporthoz, és ebből 35 nyújtott be pályázatot. Most az ügyintézési szakaszban vagyunk, hiánypótlások ügyintézése zajlik, úgyhogy remélhetőleg biztató híreket tudunk az önkormányzatoknak közölni, hogy hamarosan támogatói döntések is születnek a pályázatok kapcsán. Többet utazunk vonattal. A vasútársaság beszámolója szerint az elmúlt 4 évben több mint 3,5 millióval nőtt a vonaton utazók száma. Bérlet eladás tekintetében is változás történt. Dolgozói félhavi bérletet 321 ezerrel kevesebben vásároltak. A dolgozói havi és 30 napos bérlettel közel 2,5 millióval többen utaztak. Magyarországon mintegy 60 ezer embert, illetve családot érint az epilepszia, és mintegy 500 000 embernek lehet életében egyszer vagy többször epilepsziás rohama. A Nemzetközi Epilepszia Ellenes Iroda 97-ben hirdette meg február 14-ére az epilepsziások világnapját. Kondákor István, a Balassa János Kórház tudományos tanácsának elnöke azt mondta, kellő ellenőrzéssel és gyógyszerezéssel jól kontrollálható a betegség. Hát jelenleg a nemzetközi felmérések alapján a lakosságnak kb. 1,5%-ánál van epilepszia. Sokáig az epilepsziával élő emberekre félelemmel tekintettek, bizalmatlanok és érinthetetlenek voltak. Végtelenül sok szociális stigmával sújtották őket, pedig olyanok is szenvedtek a betegségben, mint Julius Cézár, Nagy Péter cár, Napóleon, 9. Pius, Dostojevski vagy a költő Lord Byron. Az epilepszia a leggyakoribb agyi zavar, de nincs köze az elmebetegségekhez. Az epilepsziát igazából nem is egy külön betegségként szokták kezelni, hanem egyfajta tünet együttesként, egyfajta tüneteként bizonyos egyéb betegségeknek a megjelenési formája lehet. Ez lehet egy születési károsodásnak a megjelenési formája, ez lehet egy agydaganatnak a megjelenési formája, egy stroke-nak a maradvány tünete. A korai történelmi korokban azt gondolták, akinek ilyen rohama van, az a felettes erőkkel kommunikál, így különleges képességként kezelték. Bár ijesztő látvány egy roham, egyáltalán nem veszélyes, ha megfelelő ellátásban tudják részesíteni a beteget. Az epilepszia különleges lefolyású betegség, elsősorban a gyerekek, és később az idősebbek körében találkozhatunk vele. Mióta tudjuk a természetét, látjuk, hogy ez igenis jól beállítható, kezelhető, szerencsére nagyon jó gyógyszerek vannak, forgalomban több mint 20 hatóanyag, ahol tényleg, hogyha egy jó, hatékony gyógyszerbeállítás megtörténik, és a beteg a gyógyszerét rendesen szedi, betartja a különböző életvezetési tanácsokat, akkor jó esélye van rá, hogy akár egész életében rohammentes, tünetmentes maradhat. A mai korszerű kezelések eredményeként a betegek 80-90%-a tünetmentesen élhet, ugyanakkor minden második beteg a vele szemben támasztott előítéletek miatt csak nehezen tud beilleszkedni a környezetébe. A megye és a régió epilepsziás betegei számára a Balassa János Kórházban elérhető az epilepszia szakambulancia. Üzemzavar miatt módosul a 2019. szeptemberében induló felső oktatási képzések jelentkezési ideje.
A diákok az eddigi pénteki határidő helyett két nappal később, február 17-éig adhatják le jelentkezésüket elektronikus úton a felvi.hu rendszerén keresztül. Ezzel együtt a hitelesítés határideje is megváltozik, ezt február 22-e éjfélig tehetik meg ügyfélkapujuk segítségével, vagy a hitelesítő lap postára adásával. Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes volt, a Paksi Atomenergetikai Középiskola vendége. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője évek óta ad otthont Romániában azoknak a gyermekeknek, akik nem megfelelő körülmények között nevelkednek. 83 házban több mint 2000 fiatal mindennapjairól gondoskodnak. Az iskola és az alapítvány hosszú évek óta működik együtt, ezúttal a dévai gyerekek rajzai kerültek kiállításra. Hát eddig körülbelül 6000 gyereket fogadtunk be, hát ebből több mint 4000 már végzett is. Jelenleg 2100 gyereket gondozunk, és hát ugye most, hogy mondjam, a magyar nyelven sajnos nincs konkurenciánk, tehát hogy a román állam román nyelven Erdélyben is tart fel intézményeket, de logikus, hogy ottan, hát román az anyanyelv, román a beszélő nyelv, ortókszok lesznek, és én úgy gondolom, hogy hát a gyerekek identitásának megőrzése szempontjából, ami munkánk nagyon fontos, mert másképp ugye, tehát elvesztnének ezek a gyerekek, úgy a magyarságnak, mint a katolikus egyháznak. Tovább folytatta a menetelését az Európa kupában az Atomerőmű KSC női kosárlabda csapata. A Gyokics csapata városi sportcsarnokban teltházas mérkőzésen az Euroliga megnyerésére is esélyes. Jelenlegi spanyol bajnoki listavezető Gironát tudta 6 ponttal legyőzni. A KSC Szekszárd az együttes csapatvédekezésnek köszönhetően hatástalanította a Girona klasszis, korábbi Euroliga győztes irányítóját, Palaut. Támadásban Bischoff és McCall mellett az új horvát irányító Ivana Gyokics volt a meglepetés ember, aki 14 pontja mellett 6 lepattanóval és ugyanennyi gólpasszal járult hozzá a nem várt 6 pontos sikerhez. Mindenki látja, milyen ez a erős ez a Girona. Tényleg tökéletesen játszanak. Minden másodperc, például első fél idő, hogy is befejeztünk, volt plusz 5 ide, és 4 másodperc alatt dobtak 5 pontot. Nagyon tapasztalat, nagyon rutinos csapat, de én hiszem ebbe, hogy tudunk jobban játszani. A régió híreivel folytatjuk műsorunkat. Fejlesztések a kis településeken, február közepén megjelennek a Magyar Falu program első pályázatai. Halálos gázolás az átkelő helyen, a rendőrség a gyalogosokat is ellenőrzi. Új jövevénnyel gyarapodott az állatkert, lámacsikó született Pécsett. Egy millió forintos belügyminisztériumi támogatásból újult meg a közösségi konyha a Somogy megyei Zicsen. Az 50 éves épületet hőszigetelték és kicserélték a nyílászárókat. A Magyar Falu programban további fejlesztési lehetőségekhez juthatnak a kistelepülések. Az első pályázatok február közepén jelennek meg. Ez ugyanúgy működik, mint majd 60 évvel ezelőtt. Ebben sül a most pillanatnyilag a csirke, a másikban a csülök. Eredeti állapotára állították vissza a két kemencét, amelyeket már használatba is vettek az icsiek. De teljesen megújult a kultúrházhoz tartozó 50 éves épület is. Az új nyílászárók, padlózat és szigetelés mellett a bútorzat is megújult a kiskonyhában. Reményeim szerint egyre többet a lakosság igényeit fogja kiszolgálni kisebb rendezvényekre, mert hiszen nem egy olyan tágas hely, de úgy gondolom, hogy kisebb csoportok alakulnak, és bármilyen célra, ami az ő szórakoztatásukat elősegíti. Zics a belügyminisztérium pályázatán elnyert 1 millió forintból újítatta fel a falu központjában található régi épületet. Az összeg nagy előrelépést jelent a kistelepülés életében. Az ünnepélyes átadón elhangzott, a kormány nem feledkezik meg a kisebb vidéki települések támogatásáról sem. A fejlesztések nem állnak meg, sőt, a Magyar Falu program keretében soha nem látott kormányzati forráshoz jutnak a kis települések. Az első pályázati felhívások február 15-én jelennek majd meg. Főleg azon kis települések, akik nem tudtak profitálni az Európai Unió által kiírt pályázatokról, mert azok jellemzően általában a nagyobb településekre, kisvárosokra és városokra íródtak ki, hogy ezzel a csúnya
magyarsággal fejezzem ki magamat. Várhatóan ebből a Magyar Falu programból ezek a kis települések, mint például Zics, ahol most is vagyunk, tud majd profitálni. Összességében mintegy 150 milliárd forintra pályázhatnak majd az 5000 főnél kisebb lélekszámmal rendelkező vidéki települések. Megtörtént az idei első halálos közúti baleset Pécsen. Egy 67 éves nőt gázoltak el egy gyalogátkelő helyen egy tehergépjárművel. A nő kórházba szállítása közben vesztette életét. A rendőrség a napokban a gyalogosokat ellenőrzi, az intézkedés célja a közlekedés biztonsági helyzet javítása. Ezen a gyalogátkelő helyen gázoltak el egy asszonyt a napokban Pécsett. A 67 éves nő éppen át akart kelni a zebrán, amikor egy férfi hajtott felé gépkocsijával. Az eset a Lánc utca és a Koller utca kereszteződésében történt. A férfi az Ágoston tér felé haladt tehergépkocsijával, majd a buzatéri gyalogos átkelő helyen eddig ismeretlen körülmények között elütött egy nőt, aki a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően meghalt. A baleset körülményeit a pécsi rendőrkapitányság vizsgálja. Az egyenruhások a közeljövőben új módszerekkel szeretnék megelőzni az ilyen és ehhez hasonló baleseteket. Ez volt idén az első halálos közúti baleset. A rendőrség egyébként a napokban a gyalogosokat fogja ellenőrizni. Ennek értelmében a gyalogosok sérelmére elkövetett vagy általuk elkövetett jogsértésekre vonatkozó szabályokat kell betartani. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonsági helyzet javítása. Röntgnyomásban, sörös hordó dobásban és bödön cipelésben is összemérték erejüket a résztvevők az Iceman erősember versenyen. Összesen 6 számban kellett bizonyítania az 5 versenyzőnek Balaton lellén. A záró kupa után tavasztól ismét országos megmérettetések várnak a legerősebbekre. Úgy érezte, hogy ott az első... 6 versenyszámban kellett bizonyítaniuk a résztvevőknek az idei Iceman erősember versenyen Balaton lellén. A jégtörő kupa záró megmérettetésén 5-en álltak a rajthoz. A röntgnyomás ilyen 100-110-120 kilós röntgöt kell fejfölé nyomni többször, aztán ilyen szeletelt röntgöket kell átvinni egy gát fölött, egy akadály fölött, torkalapácsot kell tartani nekik, amelyik 25 kg súlyú, nem könnyű feladat, aztán sörösordó dobás lesz, majd itt fölöttünk, mögöttünk áll ez a nagy zöld célkapu. 3-2-1 rajt! Gadó András már rutinos résztvevő az erősember versenyeken, mint mondja, a megmérettetések zöme még hátra van, hiszen idén is több fordulóban mérhetik majd össze erejüket. Most kezdődik a szezon, ez csak ilyen évelék is hátmozgató versenynek szántam, a héten kezdtem úgymond a nagyobb súlyokkal kezdeni dolgozni, akinek előnyben van otthon, esetleg vannak ilyen eszközei, szerei, versenyeszközei, tudnak vele már készülni az évadra, a szezonra. A testépítők egész évben tudatosan készülnek egy-egy versenyre. Személyedéseket is tartok azért valamennyire, ez egy életforma lett. Szükség van a pihenésre és regenerációra is. De minden nap, ahol fejbe, étkezésbe, napi programba ott kell, hogy legyen, vagy akár a pihenés is, arról kell, hogy szóljon, hogy adott edzésre, hogy versenyre készülünk. Idén nyáron még visszatérnek az erős emberek a Balatonhoz, ahol majd a vízben kialakított pályán kell összemérniük rátermettségüket. Láma Csikó született a pécsi állatkertben, a kis jövevény nemét mostanra tudták meghatározni, egy egészséges kancával gyarapodott a csapat. A látogatók már megfigyelhetik a család legújabb tagját a kifutóban, hamarosabb még több láma érkezhet az állatkertbe, ugyanis vannak még vemhes kancák. Új taggal bővült a pécsi állatkert láma csapata. A Csikó február 7-én látta meg a napvilágot. A kis jövevénynek eddig nem tudták megállapítani a nemét, most azonban kiderült, kanca. Ő egyébként az első újszülött idén a lámáknál, akit már a zoo látogatói is megfigyelhetnek a kifutóban. A kicsi pedig nincs egyedül a felnőttek között. Vannak olyan láma kalmfák, akiknek minden évben születik csikójuk. Nálunk a pécsi állatkertben is egy nagyon szépen szaporodó csapat él. Mondhatni az állatkert ikonikus lakói közé tartoznak. A tavalyi évben 4 kicsi született, 2 februárban, egy szeptember végén és egy október elején, úgyhogy a kicsinek rögtön 4 kis féltestvére is van, akik nagyon örültek az új jövevény érkezésének. A láma Csikó egyelőre anyatejjel táplálkozik, néhány hónapos korában kezd el szilárd táplálékot enni. A csapatban még vannak vemhes kancák, így hamarosan újabb jövevényekkel gyarapodhat a láma család. Híradónk végén összefoglaljuk a legfontosabbakat még egyszer. Elkészült a mini bölcsöde Szekszárdon, 14 gyereket tud befogadni a Kadarka utcai intézmény.
Fejlesztés, 1,5 milliárd forint sport célú fejlesztés Bonyhádon. Epilepszia világnap, közel 60 ezer betegél közöttünk. Újabb bravúr, 6 pontos előnnyel utazik a visszavágóra a KSC. Csütörtökön változóan napos felhős csapadéktól mentes évszakos átlagnál enyhébb idő valószínű gyenge vagy mérsékelt légmozgással. Éjszaka felhőtlen égbolt a legvalószínűbb, de párásság foltokban köd is képződhet, fagypont közelébe hűl majd a levegő. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a tolnataj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ide videót és képeket is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!